Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van velem Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök jelöltje és EP képviselője. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. No, mindjárt beszélünk a miniszterelnök jelölti vitáról is természetesen, és a nagyon-nagyon sok ígéretről, ami elhangzott. Előtte viszont ma tartott egy sajtótájékoztatót ezzel a deviza hitellel kapcsolatban, amit tervez felvenni a kormány. Ugye azt mondta, hogy az Államgazdaságkezelő Központ jelentette ezt be a tegnapi napon. Arra, hogy készül erre, vagy a lehetősége megvan ennek, mennyire biztos ez, hogy felveszik ezt a hitelt? Hát miután ez a bejelentés az szakmai körökben megtörtént, és innen szivárgott ki ugye a sajtóba, és innen derült ki, ezért én ezt szinte biztosra veszem. Ugye az történik, hogy az Európai Uniótól a kormány nem tud pénzt kapni. Bekövetkezett, amiről már hónapok óta, vagy évek óta beszéltünk, hogy el fog érkezni az a pont, amikor a német és a dán adófizetők pénzét nem lehet tovább ellopni. Egyszerűen nem fogja engedni az Unió. Ugye most arról beszél, hogy csúszik ez a kifizetés, most egyelőre az, hogy érkezik, vagy nem, azt még nem tudjuk, csúszik. Igen, valószínűleg a kormánynak több információja lehet, hiszen miért készülne hitelfelvételre, hogyha azt hinné, hogy a közeljövőben megállapodást fognak kötni. De egy pillanatra gondoljunk bele. Azért nem jöhet az Európai Uniós pénz, mert a kormány nem tud garanciát adni arra, hogy nem fogják ellopni. És erre fölveszünk egy hatalmas devizaadósságot, abból a célból, hogy ezt szintén a nagy részét ellopják. Én ezt egy rendkívül káros, nagyon veszélyes és nagyon gonosz döntésnek tartom a kormány részéről. Itt kétféle pénzről van szó. Van egyszer a helyreállítási alapnak egy visszanemtérítő tendő pénze, ugye ennek a kifizetése csúszik, és van egy olyan hitel, ugyanebben a csomagban tulajdonképpen, amit bejelentett a kormány, hogy ezt egyelőre nem veszik fel, de 2023-ig lehívható. Az viszont egy hitel, amit vissza kell fizetni. Mi a különbség akkor a kettő között, mert az ellenzék azt mondja, hogy hát fel kellene azt is venni. Hát a különbség óriási, amit úgy hívunk, hogy kamat. Ugye ez a pénznek az ára. Az a hitel, amit felvehetett volna az Európai Uniótól a magyar kormány előre meghatározott célokra, tehát környezetvédelem, egészségügy, kisvállalkozások, önkormányzatok, az egy rendkívül alacsony kamatozású, ilyen a piacon nincsen. Ehelyett a kormány felvesz a piacról egy nagyon drága hitelt, aminek a kamatát... Honnan tudja, hogy nagyon drága hitel? Azért, mert a piaci kamatozás az nagyjából kétszerese, néha háromszoros annak, mint amit az Európai Unió közösen tud felvenni. Egyetlen egyszerű oka van. Ez a hitelfelvétel az Európai Unióban egy történelmi pillanat. Nem az ország kockázatoknak megfelelően kell a kamatot fizetni, illetve a hitel árát visszafizetni. Magyarország ugye e tekintetben egy drága ország, drágább, mint mondjuk Németország, hanem az Európai Unió közös kockázatviseléssel, ezért nagyon olcsó hitelt tudunk a piacokról felvenni. Na erre azt mondták, hogy nem, azért, mert ezt ellenőrzik, hogy mire költi, hogyan költi, és bizony korrupcióellenes intézkedéseket kell csinálni. És eközben a bizonyos értelemben szabad felhasználású, éppen ezért nagyon drága hitelt meg felveszik. Még egy fél mondatot mondanom kell. Azzal kampányol itt immáron több mint 10 éve a Fidesz, hogy micsoda dráma, mekkora nagy volt az államadósság 2008-9, illetve a CES válság után. 2008-9-ben egy pénzügyi-gazdasági válság volt a világon. Olyan, amit 80 éve nem látott a világ, a 20. század elején volt utoljára. Most is volt, tehát a Covid után sem látott, tehát ilyen válságot sem látott még a világ. Ugye, de ez az óriási nagy különbség. Az egy pénzügyi válság volt, alapvetően pénzügyi, tehát ugye a bankok mentek tönkre, pénzügyi intézmények mentek tönkre. A mostani válság egy járvány, sosem látott járvány által generált válság, aminek gazdasági oka annak, hogy az államadósság ekkorára nőjön, nincsen. Ehhez képest olyan 80,2%, ha jól emlékszem, volt a GDP arányos államadósság, amikor átvette a kormány, a 2010-ben a Fidesz kormány a kormányzást, és most ezzel a hitelfelvétellel ez föl fog menni 82 fölé. Ha még egyszer nekem egy fideszes azt mondja, hogy a baloldali kormányok adósították el az országot, akkor hát nem tudom kinevetni, mert nagyon dühös lesz. De pedig azt mondják, mert hogy a Fidesz egyébként nem hagyta szó nélkül a mai tájékoztatóját, azt mondja, hogy önök rohantak az IMF-hez, nem ők. A Gyurcsány kormányok adósították el az országot, és 2002 és 2010 között 200 milliárdról 7500 milliárdra növelték a családok eladósodottságát devizában. Nem sorolom az összes többi, tehát hogy pont önök beszélnek devizaadósságról. Hát a tények iszonyatosan kemény dolgok. Úgyhogy azt szeretném, hogyha esetleg emlékeznének rá fideszesek, hogy egyrészt kisebb volt az államadósság, mint amivel most az Orbán kormány jövőre át fogja adni a kasszát. Kettő, ugye nem felejtjük el, hogy a 3000 milliárd forintos nyugdíj megtakarítás, amit ugye ebbe a körbe kell sorolni, hiszen az a
pozitív oldala, ha úgy tetszik, akkor csökkenteni az államadósságot, az még mind megvolt. Most eltűnt a 3000 milliárd, eltapsolták, 80% fölé megy az államadósság, és itt állunk versenyképességünk a béka feneke alatt, az Orbán kormány gyakorlatilag minden területen kudarcot vallott. Menjünk tovább a vasárnapi esti miniszterelnök jelölti vitával. Nagyon sokan elemezték itt is már az Egyenes beszédben, meg más műsorainkban is. Egy dolog mindenhol előkerült, hogy olyan dolgokat ígér és mond az ellenzék és a jelöltek, amit nem tudnak majd betartani, mert nem lehet a jogállami keretek között megcsinálni. Mi is itt ebben a stúdióban beszéltünk erről, de nagyon úgy néz ki, hogy a következő időszak 22-ig a választásokig, ez az egyik nagyon fontos és forró témája lesz a kampánynak. Alkotmányozni feles többséggel, felcsúti pert ígérni, börtönt ígérni, nem vissza, élés a jogállammal, felhatalmazás nélkül, ha nincs kétharmad? Ugye erről már sokat beszéltünk, hát a jogállammal semmiféleképpen, mert sajnos nincsen Magyarországon jogállam. Ha jogállam lenne, akkor fel sem merülne ez a vita, fel sem merülne ez a probléma. Ugye én azt állítom, hogy az alaptörvény alkotmányellenes, én azt állítom, hogy új alkotmányt természetesen csak nagyon széles alkotmányozással, mindenkit bevonva, népszavazással megerősítve szabad alkotni, azonban az alkotmánynak, vagy pontosabban alaptörvénynek azokat a passzusait, amiket csak azért rakott be a Fidesz, hogy egyébként megakadályozza a következő kormányt abban, hogy kormányozni tudjon, azt igenis felhatalmazásunk van feles többséggel megváltoztatni, mert képzelj el, hogy a válasz... Mitől van felhatalmazásuk? Ugye azt mondja feles többséggel, Schiffer Andrást hadd idézzem, jogász és az LMP alapítója, ugye értékelte a vitát, azt mondja, hogy lumpen indulatokkal választást nyerni lumpen országhoz vezet. Az összti jelölt szerinte nem érti a jogállamiság egészét, hát, hogyha ezt állítja. Nem tudom, hogy Vörös Imrétől kezdve Flex Zoltánon át Sándor Zsuzsától Bárándig mindenkit le kell-e lumpenezni. Én szerintem ez egy buta megfogalmazás. Magában az alaptörvényben, szerintem ezt a múltkor végigbeszéltük, magában az alaptörvényben benne van az a passzus, hogy alkotmányellenes minden olyan megmozdulás, minden olyan szabály, paragrafus és cselekedet, ami arra irányul, hogy kizárólagos hatalomra törjön, jelen esetben egy párt. A Fidesz kizárólagos hatalomra tör. Képzeljük el, hogy jövő áprilisban megnyeri a választást az ellenzék, azaz megszületik a közakarat, a magyar emberek közakarata, hogy kikormányozza ezt az országot. És ez a közakarat egész egyszerűen azért nem tud közjogi formát önteni, azért nem fog tudni kormányozni ez a közakarattal felhatalmazott kormány, mert a Fidesz szisztematikusan beletette azokat a gátakat az alaptörvénybe, amik ezt megakadályozzák. Ha ez a közakarat, amire hivatkozik, egy kétharmados közakarat, akkor azt meg lehet csinálni, de nem tart attól, hogy amíg ön lenne a miniszterelnök, és megvalósítaná, amit mond egy feles felhatalmazással, akkor egy olyan lavinát indítana el, ami utcai zavargásokba, káoszba is torkolhatna, Schiffer András szerint akár polgárháborús helyzethez is vezethet. Szerintem nem. Szerintem az, hogy az ember a jogállamot visszaállítja, az nem fog polgárháborús helyzethez vezetni. Képzeljék el azt a pillanatot, ehhez is egyébként kétharmados törvényhez hozzá kell nyúlni, amikor majd a közmédia fogja bemutatni azt a filmet, hogy hogyan néz ki Orbán Viktor, hogy is hívják azt a 60 pusztai kastélya. Amikor a közmédia beszámol arról, hogy Tiborcz István ellen hogyan néz ki az Olaf eljárása. Amikor a közmédia elkezd igazságot mutatni az embereknek, és nem csak azt a fideszes buborékot, amit ők látnak. De arra az ország fele, vagy nagy része, vagy egy része, akik nem önökre szavaztak, azt fogja mondani, hogy ez meg az önök igazsága, és lehet ez egy ugyanolyan buborék. Egy kérdés, ön szerint a mostani ellenzéki összefogásnak nem adott ahhoz a magyar jogrendszerben a feltétel vagy a feltételek, hogy nyerjenek akár kétharmados többséggel is? Azt mondták korábban választási szakértők, hogy akik elemezték sokat ezt a törvényt, hogy ezzel a törvénnyel, ahogyan ezt megváltoztatta a Fidesz, nagyon könnyű, sokkal könnyebb kétharmadot szerezni, mint mondjuk a 2010 előtti törvényben. Ez akkor adott az ellenzék számára is. Én nem? Felelős politikusként természetesen, ha az kétharmadunk van, akkor annak nagyon örülök, de azért gondoljuk ezt végig. És legyen forgatókönyvünk arra is, hogy egyszerű többséggel győzünk, mert az elkövetkezendő időszakban ugye pontosan tudjuk, hogy milyen iszonyatos erővel próbál minél több határon túli magyar szavazatot behozni a Fidesz, amire semmiféle hatásunk nincsen, amikor azt számolják, hogy azt hogyan csalnak vele, és egyébként kire szavaznak. Ez alapból nagyjából 2-3 mandátumot jelent a Fidesznek. Az elmúlt hetekben rengeteget voltam a keleti ország határon, és azt látom, hogy az a fajta szervezett választási csalás, ami működik, krematóriumban vannak bejelentkezve 250-en, már nem is csak házban, az is több mandátumot jelent.
nekik. Azzal, hogy átrajzolták a határokat, az is egy választási csalási eszköz. Azzal, amit a közmédia művel. Én pontosan tudom, hogy mi egy nagyon egyenlőtlen és nagyon igazságtalan választáson fogunk indulni. És mélységesen hiszek abban, hogy így is meg fogjuk nyerni a választásokat. Hogy kétharmaddal ebben már nem vagyok biztos. Az én forgatókönyvem arra is irányulnia kell, hogy mi van akkor, hogyha csak egyszerű többségünk van, de így is fogunk tudni kormányozni. Karácsony Gergely sokkal óvatosabban szokott fogalmazni. Ezen a vitán tegnap előtt sokakat meglepett, mert azt mondta, hogy az első három lépés, amit megtenne rögtön miniszterelnökként az első héten, az egyik az, hogy bankszámlákat, magánbankszámlákat zároltatna. Ön is zároltatna? Szerintem ez az intézmények feladata. Tehát rendőrség, adóhatóság, bíróság, ügyészség. Nekem miniszterelnökként az a feladatom, hogy eltakarítsak a tetejükről mindenfajta fideszes akadályt, vagy megmondó embert. De akkor hogy takarítja el hát az ügyészség, amiket most felmondott a politika, fogja eltakarítani ezeket a vezetőket? Éppen ez, és ebben van különbség egyébként az ellenzéki miniszterelnök jelöltek között, hogyha jobban megfigyelik. Karácsony Gergelynek a programja az alapvetően az, hogy amennyiben a kétharmados intézmények élén lévő emberek, mondjuk a Költségvetési Tanács, vagy Polt Péter, vagy az Alkotmánybíróság nem enged minket alkotmányozni, például nem léphetünk be az Európai Ügyészségbe, nem tudunk elszámoltatni, akkor szerinte új választásokat kell kérni, és addig választgatunk, amíg nincsen kétharmad. Én ezt egy nagyon veszélyes dolognak tartom, és a Fidesz rendszerével így nem lehet leszámolni. Ezért gondolom azt, hogy az alaptörvény ellenes és alkotmányellenes intézkedéseket, azokat bizony feles többséggel is meg fogjuk semmisíteni. Ön európai parlamenti képviselő is, amikor a képviselő társai az Unióban azt hallják, hogy feles többséggel alkotmányoznának, vagy vagyon elkobzást ígérnek, meg börtönt ígérnek, akkor mit mondanak? Én ezzel a dilemmával nagyon sokat foglalkozom, és őket is foglalkoztatom, olyannyira, hogy össze is hívtam az Európai Uniós nagyköveteket, ahol egy anyagot is átadtam nekik erről a dilemmáról. Szeretném, hogyha kifejezetten folyna erről egy diskurzus és vita. Az alapkérdés. Az Európai Uniónak van egy hosszú listája, hogy melyek azok a jogállami kritériumok, amelyeknek a magyar kormány nem felel meg. Ezért nem adják oda az Európai Uniós pénzeket, mert korrupt a rendszer, mert ott van a legfőbb ügyész, nincs szabad média, aki tényfeltáró újságírással meg tudná mutatni, hogy hova mennek el a pénzek. Nem szabad a bíróság, folytathatnám. A következő kormány nem mondhatja azt, hogy bocsánat, nincs kétharmadom, ezért nem változtatom meg, nem teszem jogállamá Magyarországot, továbbra se kapom. De miért nem mondhatja? Tehát ott van a jogállamiság, a mechanizmus, ezért jött létre. Azzal, amit mond, nagyon is sértenék a jogállamisági alapelveket, nem? Azt, hogy vissza, a jogállamisági mechanizmus felsorolt, hogy mik azok a hibák. De nem sértené, hogy egy miniszterelnök magánbankszámlákat zárolna mindenféle bírósági ítélet nélkül, nem sértené, ha utasítanák a bíróságokat, az ügyészséget, hogy induljon felcsúti per, hogy számoltatnak el? De ez sértené, éppen ezért én ilyet. Ezt Fekete Győr András ígérte ezt is egyébként, meg vagyonelkobzást is, de akkor ki dönti el, hogy ki a legfőbb ügyész, ha nem Polt Péter, mert börtönbe kerül Polt Péter, ezt is ígérik, akkor majd az lesz a legfőbb ügyész, akit önök akarnak, és nem a NERC szolgálja, hanem szerintem az új kormány. Szerintem nagyon egyszerű a helyzet. Egy alkotmány akkor működik jól, ha a kormányt korlátozza. A mostani alkotmánnyal éppen az a bajunk, hogy nem korlátozza a kormányt, hanem Orbán Viktor hatalmát gyakorlatilag korlátlanná teszi. Az összes független intézmény élén is a saját, nem tudom én, kollégiai szobatársai vannak és barátai. Éppen ezért a következő kormánynak az lesz a legfontosabb feladata, hogy ezeknek az intézményeknek a függetlenségét állítsa vissza. Nekem miniszterelnökként ez a dolgom. De ki mondja meg, hogy független lesz az a legfőbb ügyész? A működése. Ön mondja meg, az új miniszterelnök. A működése fogja megmondani, és éppen ezért azonnal a választások után el kell kezdeni egy széles alapon nyugvó alkotmányozási folyamatot, ahova mindenkit be kell vonni. Még egyszer ebbe az országban nem fordulhat elő, hogy egy párt fogadja el az alkotmányt. Mindenkit be kell vonni, hogyha önök nyernek, akkor a Fideszt is bevonják? Természetesen. Hogy a Fidesz magát, mint pártot, ami hogyha akkor létezik, vagy pedig azokat a konzervatív gondolkodókat. Csak az az alkotmány tud jól működni, ahol konzervatívok, baloldaliak, liberálisak, zöldek, ateisták és vallásosak, egygyerekesek, háromgyerekesek és gyerek nélküliek, minden magyar megtalálja benne magát. Ezt hívjuk alkotmánynak, és ezt kell visszaállítanunk. Köszönöm, hogy itt volt. Egészen biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk még erről beszélni. Remélem is. Köszönöm szépen.